szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Kosután István, aki a 20. század első felében egy belgyógyász orvos volt, és érdekelték az okkult tudományok, írt egy könyvet többek között. Több könyvet írt, csak amit most én kiemelek, az a Titokzatos Erők Csodás Esetek című amelyben kitér az asztrológiára is, és ott említi a Káldeusi bolygósorrendet, valamint azt az elvet, hogy hogy lehet viszonylag gyorsan kiszámítani, hogy melyik bolygó uralkodik az éven. És hát ő egy ilyen kis vicces mondókával. <laughs> Tehát ugye az, hogy elosztjuk az adott évszámot héttel, és ha nincsen, nem azt nézzük, hogy mennyi az osztás eredménye, hanem a maradékot nézzük. Mindig azt, hogy amennyi marad, annyiadik év van, abban a sorrendben, amit ő ezzel a vicces mondókával jellemez, hogy na, véme me, ho, szat, ju, ma, azaz nap, Vénusz, Merkur, Hold, Szaturnusz, Jupiter, Mars. Ha héttel osztunk, mivel a hetedik a mars, akkor nincs maradék. Ebben tévedtem én tegnap, ugye, mert az egyik számjegyemet, vagy tegnap előtt, az egyik számjegyemet, tehát a kettest hármasnak néztem, és nekem így kijött a maradék, az egyes, és hát ennek következtében ugye, mivel na véme hozhatjuk ma sorrendben a nap az első, tehát ha egy a maradék, akkor nap éve van, gondoltam én, és aztán többen írtak rám, hogy hát elnéztem valamit, így igaz, rögtön válaszoltam is, hogy igaz, elnéztem, mert azonnal leültem, csak akkor már világos volt, és újból elvégeztem a számítást, és láttam, hogy hol hibáztam. Úgyhogy valójában nincs maradék. Tehát a 2023-at, ha elosztjuk héttel, ugye az utolsó szám az osztási sorrendben majd az lesz, hogy 63, abban pedig 9 63 tehát a más éve jön. Hát most már itt van, ugye, mert március 20-a estétől ez aktuális. A kis előzmény után viszont elmondanám, hogy túl sok új dolgot nem láttam ebben a két horoszkópban, Moszkva és Kiev képletében, úgyhogy nézzük először Moszkvát. Ha ránézünk erre a horoszkópra, a skorpió végén van az asszendens, és nem ez a leglényegesebb, hogy a skorpió végén van az aszcendens, hanem az a leglényegesebb, hogy hol áll a mars, ami a születési uralkodó, na az ott áll a nyolcas háznál, és kvadrátban van a nappal és a Neptunnal, a nap a kilencedik ház uraként van a négyes házban, tehát külföldről kiszemelték Oroszország, a, a négyes ház, az otthonok, a házak, a birtokok, a föld, a bányák. Tehát valójában Oroszország területét kiszemelték külföldről. Hát ebben semmi újat nem tudok mondani, mert ezt már eddig is látható volt és tudható volt. Az, hogy ott van a Neptun, az mutatja, hogy milyen, milyen mocskos módon zajlik ez az egész. Tehát, hogy bocsánat, nem a Neptun. <laughs> elnézést, a Neptun önmagában nem mocskos. A Neptun ködös, az átláthatatlan, a kiismerhetetlen analógiát hordozza. Erre ez már az én minősítésem, hogy mocskos. Tehát, hogy valójában nem tisztességes szemtől szembe, mint régen egy párbajnál, face-to-face. Nem, hanem arctalan külföldi érdekek, akik jelentős orosz ember halálát okozzák, kvadrát mars a nyolcas ház csúcsán. Ugye ebben a történetben Putyin is ez, hogy is mondjam, egy cél, hiszen ha megnézzük, a Merkur ura a tízes háznak, az a vezető, a mindenkori vezető, és az azt uraló Merkur együtt áll a nappal, tehát valójában ö, célszemély, őt is ki kell iktatni, mert ha szétesik az Oroszország, akkor majd, hát vannak ott mindenféle kis nemzetek, azokkal már elbibelődik a Monsanto meg a többiek. Tehát valójában egy nagyon-nagyon komoly jelentőségű dologról van szó. Az IC az még a halakban látható. Így a másik ura a négyes háznak, a Jupiter, és az ott áll a kosban. És ebből a szempontból ő, ha úgy tetszik, egyfajta segítséget nyújt, mert a négyes házzal kapcsolódik ezáltal, hogy ott áll a kosban. Mi a helyzet ezzel a Jupiterrel kapcsolatban? Hát miután a Jupiter zárja a négyes házat, így az oroszok egy ház önmagában is egy időegységet képvisel. Tehát lehet azt mondani, hogy ha abból indulunk ki, hogy ez a úgynevezett kvartális horoszkóp mennyi időre vonatkozik, miután a skorpióban van az aszcendens, az egész évre vonatkozik. Az egész év tagoltságát illetően a Neptun, amely a nappal együtt közrefogja az ic és és rajta is van az így cím, mert, mert, együtt áll vele. Tehát onnan indul az egész. Utána jön a nap, a Merkur, és majd a Jupiter zárja a sort. Tehát a, a vége az, tehát ebben az évben a Jupiterrel egy, egy jó végkifejlet most ugye Oroszország szempontját nézzük, tehát Oroszország szempontjából egy jó végkifejlet várható. Valójában az oroszok azok, hogy mondjam, ugye ha most egy békekötéshez ülnek, akkor, akkor mindenféleképpen olyan ütőkártyák vannak a kezükben, olyan területeket foglaltak már el, hogy onnan viszonylag könnyebb megegyezést találni. Az nem kérdés, hogy a krímet nem fogják feladni. Hát ez az egyik szempont, ugye? Tehát, hogyha így nézzük, akkor ugyanakkor mondhatjuk azt is, hogy ha megnézzük ebben a képletben, a 12-es háznak egy jelentős része esik a skorpióba. Ennek következtében mondhatjuk azt, hogy a mars az úgynevezett titkos szolgálatokat is képviseli, méghozzá erőteljesen, hiszen a mars a 8-as csúcsánál, tehát a két titok háznak, tehát az egyiknek az ura, a másiknak pedig ott van a csúcsán, úgyhogy, és ez a Neptunnal és a nappal kvadrátban van, tehát nagyon, nagyon komoly harc folyik a háttérben, amit mi nem látunk, amiről híradásokat nem hallunk. Tehát nagyon-nagyon komoly tehát itt a szolgálatok azok kőkeményen benne vannak ebben az egész történetben. Nézzük meg Kijev esetét. Kijev esete, vagyis Ukrajna képlete az elég tragikus. Szeretném, ha megnéznék, mert ott pontosan oda van írva, bár nem tudom, hogy ott mennyire látható majd az önök képernyőjén. Ez az asszennes még a skorpióban van. Az utolsó percben, ha úgy tetszik, de még a skorpió utolsó fokán áll, és ez nagyon fontos, mert az ura a Mars, és nem a Jupiter. Viszont a nyolcas ház csúcsa az átmegy a rákba, és annak az ura a hold, az ott van az IC-n. Sőt, hogy egész precízek legyünk, a hold és a Neptun közre fogja az ic és mivel az ic van egy ötfokos orbissa, valójában egy hold-neptun együttállás van az IC-n. Hát ez. ez hát gondoljunk bele, az IC-n van a nyolcas ház ura. Ha ezt egy, egy személyre nézve mondanánk, akkor mit tudom én, mondjuk azt mondanánk, hogy meghalhat az édesapja, vagy ha az ő képlete, ez a képlet, akkor valójában komoly életveszélyben lenne. Miért is? Hát mert a hileg az aszcendens, az az ascendens, amelynél nagyon nagy orbiszol az algol, a descendensen áll. Természetesen ez igaz Moszkvára nézve is. De hát könyörgöm, emberek tízezrei halnak meg, tehát ne tévedjünk, itt azért óriási véráldozat van mindkét oldalon, ami egyébként borzasztó. És Hát itt jól látszik, ugye, ha megvizsgáljuk ezt a képletet, hát azzal, hogy a hold és a nap nem lehet hileg, az asszendens a hileg, tehát életadó, arab szó, életadót jelent. És a, a fő probléma az az, hogy egyébként nekik is a négyes házukban van a Jupiter, tehát nagy eséllyel mondható az, hogy ebben az egy évben vagy tűzszünet, vagy békekötés várható. Elképzelhető, hogy mondjuk, hát, nincs kizárva az augusztus, esetlegesen augusztus vége, szeptember eleje, mármint ilyen tűzszünet, békekötés címszóval gondolok erre, de aztán később a, hát a trigonokban gondolkodom inkább, tehát amikor a Jupiterrel trigonban van a nap, a következő ilyen lehetőség az a, ennek az évnek a decemberre, tehát amikor nyilasba lesz a... Hát ezek, ezek látszanak leginkább itt. Valójában jól látszik, hogy hogyha Ukrajna nem kapna külföldi, vagy külföldről segítséget, akkor Ukrajna már de facto nem létezik. Tehát létezik egy úgynevezett tönkrement ország, amelyet Ukrajnának neveznek, és amelynek a gazdasági állapota az olyan, hogy valójában a csődbe megy, nyilván ki fogják nemzetközi segítséggel segíteni, de az, hogy a hold, a nyolcas ház ura az ic van, ez, ez, irtózatos mennyiségű ember veszteséget jelképez Ukrajnát illetően. És hát ugye miután ott van a Merkur, a négyesben szintén a nappal együtt Mars kvadrátban, ugyanúgy veszélyben van Zelenszky is, tehát az ukrán vezető is ugyanúgy veszélyben van, mind a két vezető, tehát az orosz és az ukrán is veszélyeztetett állapotban van. Itt egyetlen egy pozitívum van, amit pozitívumként lehet kezelni, hogy ebben az évben megvan a tűzszünetnek, vagy a békekötésnek az esélye. Hát legyen így, mondom én, a reményhal meg utoljára, mondjuk mi magyarok, ebbe reménykedjünk. Tudom, hogy tartozom egy kalendáriummal, meg egy Rudolf Steinerrel, úgyhogy érkeznek azok is. Köszönöm szépen a figyelmet, Isten áldja önöket viszontlátásra.